1956. október 23-án gyűltünk ma össze emlékezni. Azonban hat történészként engedtessék meg nekem, hogy ne az akkori eseményeket idézzem fel, hiszen akkor holnap reggelig is itt ülhetnénk, amire az ember végigsorolná az akkori események hiteles történetét. Én ma egy olyan embernek az életéről szeretnék önöknek számot adni, aki 1956-ban egy 19 esztendős fiatalember volt, és Istennek hála ma is közöttünk él, a 87 esztendős Kenesei Csaba bátyám, nem itt Magyarországon, hanem Svájcban, egy idősek otthonában. Ő 2015-ben a következőket nyilatkozta 1956-ról. Nem lenne egy nyugodt percem sem, hogyha 1956-ban nem álltam volna én is oda a forradalom mellé. Ez 2015-ben mondotta volt a közmédiának. Kenesei Csaba 1935-ben született Budapesten egy református, nemes magyar család sarjaként. Édesapja hivatásos tiszt volt a Magyar Királyi Honvédség kötelékében, őrnagyként, majd később pedig a lezredesként teljesített szolgálatot. Csaba bátyám egyik meghatározó és talán egyik első gyermekkori élménye az volt, amikor 1938. novemberében az első bécsi döntésnek köszönhetően visszakaptuk a Felvidék déli magyar lakta részét, és ott volt ő is három esztendős korában a füleki bevonulás nagy ünnepélyén, édesapjának a személygépkocsijában, és emlékezett arra, hogy az ottani magyarok virágesővel fogadták a bevonuló honvédeket, és édesapja kocsija is tele volt, tele került virágokkal, amiket oda dobáltak a füleki és a fülek környéki magyarok. Gyermekkorának egyik meghatározó élménye volt ezek mellett Rákosi Viktor könyveinek az olvasása, a Hős fiúk, amely egy életre szóló élményt jelentett a számára. Aztán eljött a második világháború időszaka, megjöttek a szovjet csapatok Magyarország területére, és ő 9-10 esztendős korában Andor naktáján élte át az úgynevezett felszabadításnak az időszakát. 1945-öt követően az ő sorsa is olyan volt, mint azoké, akik 1945 előtt egy más generációból származtak, illetőleg olyan családi háttérrel rendelkeztek, amely az új rendszernek éppenséggel nem volt túlzottan baráti. Ebből adódóan, amikor elvégezte az általános iskolai tanulmányait, szeretett volna gimnáziumba kerülni és ott folytatni tanulmányait. Ez azonban nem sikerült, ugyanis már akkor megpróbálták rávenni arra, hogy jelentsen az osztálytársairól, illetőleg a családi körülményeiről. Ezt nem vállalta, így ennek eredményeképpen nem tudott tovább tanulni. Később több szállítási vállalatnál helyezkedett el, hiszen sikerült a jogosítványt megszereznie, azonban minek utána édesapja úgymond hortista katonatiszt volt, ezért nem is került be az akkori magyar névhadsereg kötelékébe, pedig annak idején behívták sorozásra is. 1956 nyarán került föl Budapestre az egyik üzemélemezési szállítóvállalatnak a munkatársaként. Kis furgonjával járta a várost, és 1956. október 23-án ő is belecseppent a történelmi események kellős közepébe. Röplapokat szállított, ott volt a BEM szobornál történt nagy tüntetésen, kis teherautójával vezette fel a műegyetemistákat, aztán ott volt a Magyar Rádió ostrománál. És részt vett a fegyverek szállításában, a Lampart fegyvergyárból hozott 3-4 láda géppisztolyt a rádió ostromához. Ezt követően vérkonzerveket szállított a Ferihegyi repülőtérről a Péterfi Sándor utcai kórházba, és miután látta azt, hogy itt fegyveres ellenállásra fog hamarosan sor kerülni, belépett a Szabad Nép székházában lévő Dudás csoport tagjai közé. Parancsnoka egyébként Kovács András volt, és az ő feladata közé tartozott többek között az, hogy a Rókus kórházban lévő sebesült ávósokat időről időre kihallgatásra vigye. Emellett továbbiakban is fegyvert szállított, és aztán, amikor a fegyvereké volt a szó, először a Szabad Nép székházában, majd pedig azt követően az EMKE épületében próbálták meg feltartóztatni a Budapestre betörő szovjet csapatokat. Ekkor már 1956. november 4-ét írták. Egészen 1956. november 7-ig tartottak ki állásaikban, majd miután látták azt, és hallották a rádióban, hogy a nyugat nem siet segítségünkre, a csoport feloszlott. Csaba bátyám ugye akkor 19 esztendős volt, tudta azt, hogy fegyveres nemzetőrként nem sok jóra számíthat az új, ismételten kommunista Magyarország területén.
Ezért fogta magát, és gyalogszerrel elindult Ausztria irányába. Ott több menekültábort is megjárt, majd a későbbiek során átkerült Svájcba, ahol befejezte középiskolai tanulmányait, és több vállalatnak a vezető munkatársaként teljesített szolgálatot. Az 1980-as években már ugye volt családja, egy magyar leányt vett feleségül, három gyermekük született, ma már ugye az idős nagyszülők életét élik. 1989-től kezdve támogatták az erdélyi magyarságot több segélyszállítmánnyal, de ide Magyarország területére is több egészségügyi eszközt és más fontos dolgot szállított Csaba bátyámnak az akkori cége. Nagyon fontosnak tartotta és tartja azt mind a mai napig, hogy ápoljuk 1956 szellemiségét. Ebből adódóan nem is olyan régen kapott Magyar Arany érdemkeresztet a köztársasági elnök úrtól, illetve 2016-ban is jelentős szerepe volt abban, hogy az egykori Szabadnép székházára ismételten fölkerüljön egy emléktábla, amely az ottani nemzetőrök, illetve a Dudás csoportnak az emlékét hivatottak hirdetni. De hogyan is gondolkodott, hogyan is gondolkodik, s vélekedik 1956-ról, illetve az ő életéről Kenesei Csaba, engedtessék meg nekem, hogy zárszóként idézzem az ő szavait. 1956-ban Isten segítségével megmenekültem, életben maradtam, életre predesztináltattam. Kötelességem meg tartottam, és tartom mind a mai napig, hogy hitelesen éljek, és vállaljam a feladataimat. Immáron nem benzines palackkal, kézigránáttal, gépfegyverrel a kezemben, hanem egyéb eszközökkel. A mai magyar fiatalok elképzelni sem tudják, mit élt át a mi nemzedékünk. Nagyon nehéz idők voltak. Nem voltam hűs, csupán a végletekig elkeseredett, mindenre elszánt fiatalember. Azok esetében, akik Magyarországon maradtak, megegyezném, hogy minden diktatúrában kompromisszum szükséges a túléléshez. Nehéz körülírni és meghúzni a határt, amely a túléléshez szükséges kompromisszumot megkülönbözteti a jelentelenségtől. Embernek lenni és embernek maradni az egyik legnehezebb dolog az életben.